Elnök úr, biztos úr! A csatlakozási tárgyalások Horvátországgal az év elején lelassultak, a folyamat megtorpanni látszott. Ennek remélhetőleg most vége, és a tárgyalások újabb lendületet vehetnek. Ebben sokat segített a horvát parlament döntése, mely felfüggesztette a halászati és ökológiai zóna alkalmazását a tagállamokkal szemben. Horvátország elismerésre méltó teljesítmény nyújtott az elmúlt években. Kétségbevonhatatlanul működő demokrácia, működő piacgazdaság végrehajtja a stabilitási és társulási egyezményből fakadó előírásokat. Ugyanakkor tagadhatatlanul vannak komoly problémák is, melyek megoldást igényelnek. Elsőként említem ezek közül az igazságszolgáltatás reformjának elodázását, ezt nem lehet tovább halogatni. Fontosnak tartom a korrupció elleni harc megerősítését, és ennek nem csak a kisebb esetekre, hanem a magasabb résztvevőkre is ki kell terjednie, hiszen idáig ezen a téren nem tudott sokat felmutatni Horvátország. Javítani kell a közösségi támogatások felhasználásának hatékonyságán, bele kell kezdeni a fontos strukturális reformokba, itt kiemelném a hajógyártás helyzetét és szerepét, amelynek a reorganizációjára van szükség. Ha mindezt Horvátország elvégzi, akkor Horvátországnak valóban időben, a jelentésben foglalt határidőre be kell tudni fejezni a tárgyalásokat, és ez minden segítséget meg kell kapnia. Horvátország csatlakozási folyamatának regionális jelentősége van. Messze túlmutat önmagát. Ha sikeres lesz Horvátország csatlakozása, az egyszerre jelent modellt és ösztönzést a Nyugat-Balkán többi országa számára is. Ezért a tárgyalások mielőbbi és sikeres lezárása egyszerre Horvátország és az Európai Unió közös felelőssége és közös érdeke is. Én remélem, hogy ezzel a felelősséggel élni fog. Végezetül gratulálni szeretnék Hannes Svoboda úrnak, hogy kitűnően látta el a raportőri feladatokat. Köszönöm szépen!